Korszerűsítés. 372 millió forintos beruházás a Deák Technikumban. Adományoztak. A szívsebészeti osztály eszközbeszerzését segítik. Érdemes odafigyelni. Megnőtt az internetes adathalászatok száma. Ez az Allegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2022. november 25-e péntek van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Az Allegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése című projekt keretében elkezdődött a Deák Technikum korszerűsítése. Az iskola épülete a környezeti és energiahatékonysági operatív program támogatásával 372 millió forintból újul meg. A részleteket a helyszínen sajtótájékoztatón ismertették. Zalaegerszegen a nevelési intézményekben már több hasonló beruházást hajtottak végre. A pályázat ezek sorába illeszkedik. 2014-ben hirdettük meg azt a 10 évre szóló, 2024-ben befejeződő programot, amelynek az a lényege, hogy az önkormányzat dolgozzon azon, hogy lehetőleg minden nevelési oktatási intézményt, a bölcsődéket, az óvodákat, az iskolákat, a gimnáziumokat, a technikumokat újítsunk fel. Újítsunk fel azért, mert azt hiszem, hogy talán nincs is annál fontosabb, mint hogy a 21. században valóban olyan modern körülményeket teremtsünk a gyermekeinknek, az unokáinknak, azoknak a fiataloknak, akik majd a jövő Zalaegerszegét alkotják, hogy az infrastruktúra szempontjából tényleg a lehető legjobb körülmények között vegyenek részt az oktatásban, a nevelésben. A világban tapasztalható és hazánkat is érintő energiaválság közepette felértékelődik az ilyen munkálatok jelentősége, mondta Vig László országgyűlési képviselő. Bognár Ákos önkormányzati képviselő kiemelte, a korábbi kisebb-nagyobb beavatkozások után ezzel a rekonstrukcióval az üzemeltetési költségeket tudják csökkenteni. Jó időben is sikerült ezt a fejlesztést megvalósítani. Itt az energiaválság közepén én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy milyen energetikai mutatókkal tud egy-egy intézmény működni, és ezáltal a működési költségük mekkora részét képezi a költségvetésüknek. Így én teljes mértékben bizonyos vagyok benne, hogy ez egy óriási előrelépés az iskola szempontjából. A több évtizede emelt komplexumban eddig jelentős volt a hőveszteség. A nyílászárók cseréjével, a falak és a lapos tető utólagos szigetelésével mindez nagy mértékben mérsékelhető. A komplett hőszigetelés mellett a fűtési rendszer korszerűsítésére is sor kerül. Nekünk ez nagyon nagy jelentőségű, ugyanis az intézmény, illetve a centrum iskolájának működésében a gáz fogyasztásnak a megtakarításában úgy tudunk eredményeket elérni, hogy nem szenvednek hátrányt sem a tanulók, sem az oktatók, azaz a komfortérzet az jelentősen növekedni fog. A kivitelezés előreláthatólag 2023 első felében ér véget. A létesítmény ezt követően már megfelel majd a korkövetelményeknek. Összesen 6 millió forinttal segítik a szívsebészeti osztály eszközbeszerzését a helyi cégek. A szívgyógyászati alapítvánnyal kötött támogatási megállapodást sajtótájékoztatón írták alá. A társadalmi szerepvállalást a vállalkozások kiemelt feladatuknak tekintik. Támogatják a város kulturális életét és a sportegyesületeket, valamint adományokkal segítik a kórházi osztályokat. Az egészségügynek nincs olyan területe, amelyhez nem kellene valami fajta támogatás. Igen fontosnak tartjuk ezen belül a szívsebészet támogatását, tekintettel arra, hogy ez mindenkit érinthet. Különösen most, amikor a főorvosod is elmondta, hogy egy új eljárást próbálnak kidolgozni. Nagyon szépen köszönjük a három cégnek a felajánlását. Ezek a cégek a Hidrocom Kft. Volt, a Sozovild BT és a Z-Service Kft. A cégek külön-külön 2-2 millió forinttal támogatják alapítványunk munkáját. Ezzel az összeggel ebben az évben már egy készüléket szeretnénk az osztálynak vásárolni. Egy aorta lefogó készülék lenne ez. Az Alai Szívsebészeti Regionális Centrum 1,5 millió ember ellátásáért felel. Magas színvonalú munkájához a tárgyi feltételeket is biztosítani kell. Mindig olyan eszköztárak jönnek ki az iparból, amivel sokkal kevesebb teher esik a betegre. Ezek
ezen eszköz használatával, és jelenleg éppen egy minimál invazív beavatkozásokhoz szükségünk lenne egy nagy ér kirekesztőre, ami egy kis 4 cm-es meccésen be tudjuk vezetni, és nem kell hozzá 20-25 cm-es vágást ejteni a betegen. Egy 2 millió forint értékű műszer a cégek támogatásának köszönhetően várhatóan még idén megérkezik az osztályra. A gyógyításhoz, illetve az életmentéshez és az életminőség javításához azonban folyamatos fejlesztésre van szükség. Jelentősen megnőtt az internetes adathalászatok száma az utóbbi időben. A csalók ezúttal is a bankkártya adatokat próbálják megszerezni. A szakemberek iránymutatásával a csapda elkerülhető, ám az újabb módszerek miatt érdemes mindig elővigyázatosan kezelni az üzeneteket. Karácsony előtt rendszerint megnő az online rendelések száma, ezzel párhuzamosan az átverések is gyakoribbak. Nagy Veronika ezért mindig ellenőrzi az oldalak megbízhatóságát. Összehasonlítom több oldal ajánlatát, és ez alapján szűröm árkategória szerint, illetve az is fontos, hogy a megrendelés hogyan zajlik, a rendelés menete, illetve a szállítási költségek, illetve hogy vannak már jól bevált biztonságos oldalak, ahonnét szívesen rendelek, és hamar meg is érkezik pár napon belül általában mindig a rendelt termék. A kiberbűnözők sokszor a bankok nevében üzennek vagy hívnak. Az első intőjel, hogy a pénzintézetek a csalókkal ellentétben sosem kérnek bankkártya adatokat. Ezért érdemes ellenőrizni a küldő e-mail címét is. Az egyik legújabb adathalász módszer, hogy csomagküldő nevében küldenek SMS-t. Egy meghiúsult kézbesítés apropóján kérnek tőlünk egy minimális összeget, ez pár száz forint általában, és arra kérnek, hogy ezt egyenlítsük ki, és csak akkor lehetséges ismételt módon megismételni a kézbesítést, és hogyha ezt megtesszük, akkor ennek a minimális összegnek a kifizetésére megint csak ugye banki úton van lehetőség, és ezen a tranzakció alatt egy adathalász oldalra irányítanak, ahol megint csak megszerzik a banki, illetve a bankkártya adatainkat. Az ilyen eseteknél mindenképpen személyesen vagy telefonon keressük fel a csomagküldőt. Aki az adathalászok áldozatává vált, vegye fel a bankjával a kapcsolatot, és a 112-es központi segélyhívószámon tegyen bejelentést. 10 megyében tart konzultációt az Egyensúly Intézet, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A zalaegerszegi cégvezetőket a makrogazdasági helyzetről, illetve az állami és uniós támogatási forrásokat érintő szakmapolitikai javaslatokról tájékoztatták. Visszajelzéseik alapján olyan ajánlásokat készítenek, amelyek főként a mikro, kis és középvállalkozói szektor lehetőségeit növelik. A fejlesztési támogatások a következő években hozzájárulhatnak a gazdasági társaságok eredményes működéséhez. Ebben kívánunk segítséget nyújtani, egy kicsit orientálni őket. A második előadásunkat tekintve ott főként vállalkozásfejlesztési politikáról, szakpolitikáról fogunk beszélni, hiszen az Egyensúly Intézet ugye alapküldetését tekintve nagyon fontosnak tartsa az, hogy Magyarországnak a jövőbeli szakpolitikáiról beszéljen, és tulajdonképpen a vállalkozásfejlesztés az Magyarországon még európai összehasonlításban is egy kiemelten fontos terület, tehát az ide allokált összegeket tekintve, ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan költjük el ezeket az összegeket. A vállalkozások tervezéssel és előrelátással tudnak eredményesen működni. A jelenlegi gazdasági környezetben ez fokozottan igaz. Van először is egy árrobbanás, egy alapanyag árrobbanás, mezőgazdaságban, agráriumban, építőiparban, és mindemellett az energia szektorban. Az energia szektor pedig ugye mindenkit érint. Tehát ez a jelenlegi helyzet mindenképpen rákényszeríti arra a szereplőket, hogy hatékonyabb működést, racionálisabb döntéseket, beruházásokat valósítsanak meg. Az zalaegerszegi önkormányzat az elmúlt években jelentős összeggel támogatta a gazdaság és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését. Egyrészt a területi és területfejlesztés operatív programban fordítottunk több mint 17 milliárdot a város fejlesztésére, ebben kerékpárutaktól kezdve ipari parkfejlesztés, inkubátorház fejlesztés, illetve a duális képzőközpontnak egy új épületének, a csarnokának az építése szerepelt. A Kovács Károly Városépítőprogram 15 milliárd forintot biztosít a közutak és terek felújítására és építésére.
A 2020-ban megalkotott gazdaságfejlesztési stratégia a nehéz körülmények ellenére további lehetőségeket teremt a vállalkozásoknak. Lovagrendek felvonulásával kezdődik december 3-án a kétnapos mézfesztivál Zalaegerszegen. A sportcsarnokban sárréti, alföldi, tolnai és zalai, valamint határon túlról érkező északbácskai és székelyföldi méhészek állítják ki termékeiket. Mézből és propoliszból is gazdag lesz a választék, jelentették be a sajtótájékoztatón. Az országban 15 ezeren foglalkoznak méhészettel, akiktől megbízható, minőségi mézet lehet vásárolni. A szakma szeretné elérni, hogy termékük alapvető élelmiszerként szerepeljen a magyar családok étrendjében. Ennek megfelelően az 1 kg évi mézfogyasztást legalább duplájára növelnék. A zalaegerszegi rendezvény elsődleges célja ezúttal is a méz népszerűsítése. Ebben a két napban nem csak a mézlovagrendek tudnak találkozni, nem csak a méz termelőkkel tudunk találkozni, nem csak nagyon finom mézeket tudunk vásárolni, hanem talán a program felhívja a figyelmet a magyar méz fontosságára, a méz fogyasztás előnyeire, és ehhez kapcsolódóan mindahhoz az egészségtani hatáshoz, mindahhoz az egészség megőrzéshez is tudunk olyan plusz információkat beszerezni, ami szerintem a 21. században mindannyiunk számára egyre fontosabbá válik. 20 kiállítónk lesz, biztos vagyok benne, hogy mindenki számára megfelelő és megfelelő finomságú, ízű mézet fog találni, és meg fogja találni azokat a standokat, ami neki kedves és szimpatikus. Természetesen mindenkinek más a finom, de hát én abban biztos vagyok, hogy jó lesz ez így, illetve nem csak a mézre kell itt fókuszálni. Vannak különböző méhészeti termékek, amik nagyon fontosak, hogy fogyasszuk, például a virágpor, a propoliszt, a fertőtlenítő hatását, ha kiemeljük. A látogatókat szakmai és kulturális programokkal is várják. Lesz mézfelismerő verseny, a gyermekeknek pedig zümzüm játszóházat rendeznek be. A jótékonyság jegyében december 4-én mézfutamot indítanak. A nevezési díjakból összegyűjtött bevételt a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak ajánlják fel. 4 kategóriában hirdettük meg ezt a jótékonysági futamot. Óvodások, alsótagozatosok, felsőtagozatosok, illetve gimnazista és felnőtt korosztály számára. A teljesítendő táv 300 méter, illetve 5 kilométer között húzódik, de természetesen mindenki tetszése szerint választhat a teljesítendő távok közül. A versenyzőket forró teával és mézes kenyérrel kínálják. A futam végén az ifjakat a Griff Bábszínház produkciójával is megajándékozzák. A jótékonysági futam regisztrációhoz kötött, a jelentkezőket december 4-én 9 órától várják az Alakerámia Sport és Rendezvénycsarnokban. Előzetes regisztrációra a mézfutam@gmail.com e-mail címen van lehetőség. Pusztavám térségében rendezték meg az idei év utolsó tájékozódási futó országos bajnokságait. Első nap az országos hosszú távú bajnokságot tartották meg. A Göcsej KTF-e 2 szenior bajnoki címet, a Trio Egerszeg ZTC 2 érmet szerzett, a fiatalok pedig előkelő helyezésekkel zártak. A másnapi pontbegyűjtő országos csapatbajnokságon a kötelező ellenőrző pontok melletti további pontokat kellett elosztani a csapat tagjainak, majd azokat érintve mielőbb teljesíteni a pályát. A zalai csapatok nagyszerűen osztottak, hiszen a 7 bajnoki érem mellett további 5 csapat végzett pontszerző helyen. Ki kell emelni még a Trio Egerszeg ZTC 3 utánpótlás leánycsapatát, hiszen az éremesélyes sportolók mellett az újoncok és a serdülők is nagyszerű futással dobogós helyen értek célba. November 27-én vasárnap délelőtt 9:30-tól koncerttel, bemutatókkal, játék lehetőségekkel várja a látogatókat a keresztúli VMK. A program délután 15 órakor foglalkozásokkal, műsorokkal és gyertyagyújtással folytatódik. Idén is megrendezik a kertvárosi adventet november 27-én vasárnap 16 órakor a köztársaság az Átalszeget és a Hegyalja utcák kereszteződésénél. A köszöntők után óvodások, iskolások adnak műsort, majd meggyújtják az első adventi gyertyát.
Adventi ünnepet tartanak Botfán is, az Erdődi Hűvös Kastély parkjában, ahol a helyi közösségek ugyancsak vasárnap 16:30-tól műsorral kedveskednek a megjelenteknek. Ezt követően meleg itallal és egy kis harapnivalóval vendégelik meg a résztvevőket. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Korszerűsítés. 372 millió forintos beruházás a Deák Technikumban. Adományoztak. A szívsebészeti osztály eszközbeszerzését segítik. Érdemes odafigyelni. Megdőlt az internetes adathalászatok száma. Ez volt az Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. november 25-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!